Négy ország, 10 programterület, közös gondolkodás, tapasztalatok, szaktudás és technológiák megosztása. Erről szólnak az EGT és Norvég alapok. Sorozatunkban betekintünk az egyes programterületek együttműködéseibe. Manócska-szerű arc, csillag alakú íris, kimagaslóan barátságos természet. A sok egyéb tulajdonság mellett ők azok, akiket Williams-szindrómásokként ismerünk. A Norvég Alap segítségével a Magyar Williams-szindróma Társaság 22 fiatalt és a családtagjaikat vont be a projektjébe. A fészekhagyó program célja a fogyatékkal élő, főleg Williams-szindrómás és egyéb ritka beteg fiatal felkészítése az önálló életre, a nekik megfelelő munkán és tréningeken keresztül. 20 évvel ezelőtt egészen más gondjaink voltak, mint ugye most. És mindig igyekeztünk az érintettjeinknek az igényeihez alkalmazkodni. És ugye az elején általában a fejlesztés és az e körüli problémák jöttek elő, tehát akkor azokhoz írtunk nagyon sok pályázatot és kerestünk támogatókat, és az utóbbi időben, ugye ahogy nőttek a fiatalok, most már fiatal felnőttek, ugye egyre inkább előtérbe került az, hogy önálló életvitelt kellene támogatni, hogy a munkahelyre való felkészítést kellene támogatni, valamilyen gyakorlati útmutatást kellene adni részben a fiataloknak, részben pedig ugye a szülőknek, hozzátartozóknak, mert nekik sem egyszerű az életük. Ugye az önálló életvitel az a szülőt, hozzátartozót ugyanúgy érinti, és fel kell készíteni őket arra, hogy ebbe támogassák a fiatalokat. Tréningeket szerveztek, tehát ilyen fészekhagyós tréningeket szerveztek. Részben a munkafolyamatoknak kicsit beerősítésére, mert a túlóvó környezetben sokszor megcsinálják helyettük még azokat a dolgokat is, amiket úgy egyébként ők meg tudnának oldani. És ezeket a munkafolyamatokat segítettük, hogy ezek megvalósuljanak. Itt nagyon sok minden történt, ugye Facebook oldal, blog bejegyzés, videók készítése ezek kapcsán, illetve hát a gyakorlati életben ezeknek a megvalósítása, tehát részben a munkafolyamatok, a tréningek, akkor ezeknek a kipróbálása éles helyzetben, tehát például ilyen kéthetes tábor szervezése, ahol segítőkkel, szakemberrel vettek részt, és ott, hát ugye nem állt ott az, aki minden nap ott szokott állni, és egy kicsit más élethelyzetben sokkal önállóbban kellett az életüket szervezni. Olyan elemei is voltak ennek, hogy hogyan kezeljük a pénzt, ugye sokuknak számfogalma sincs, tehát nagyon nehéz az, hogy mégis az, amire képesek, azt kihozzuk belőlük. Vásárlástól a felmosásig, tehát ilyen munkafolyamatokon keresztül mindent gyakoroltak igazából. Mindenképpen szerettünk volna érzékenyíteni, tehát megosztani a tapasztalatainkat, ezért létrehoztuk ugye ezt a kis könyvet, a fészekhagyó programról, a kézikönyvet. És a legvégén pedig tartottunk egy konferenciát, ahova mindenkit meghívtunk, aki hát ezzel a területtel bárhogy érintkezik. Az alapkezelő Ökotárs Alapítvány munkatársai az említett projektet is kiválóra értékelték, illetve elmondták, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap létfontosságú volt a hazai civil szervezetek életében. Ennek alapvetően az volt a fő eredménye, hogy azok a fogyatékkal élő fiatalok saját maguk értékeit megtanulták felismerni, és rájöttek, hogy ők sem érnek kevesebbet, mint a társadalom más tagjai, csak ők éppen valami másban erősek, vagy másképp erősek, mint mondjuk így az átlagember, vagy az épp emberek. Tehát a
civil támogatási alap esetében a számszerű eredményeken túlmenően nagyon fontosnak tartjuk a minőségi változást is, az, hogy úgy mondjuk a fejekben, illetőleg a társadalomban, a társadalom egyes csoportjaiban érjünk el valamilyen gondolkodás és szemléletbeli változást. És ehhez járult hozzá például ez a projekt. A civil támogatási alapok esetében a Norvég Helsinki Bizottság segítette a civil szervezetek közötti kapcsolatfelvételt és együttműködést a támogató országok, illetőleg a támogatottak tekintetében. Nekünk mindig nagyon jó kapcsolatunk volt ezzel a szervezettel, akik lehetővé tették, hogy magyarországi civilek partnert találjanak maguknak norvégiai szervezetek körében, és velük egy jó együttműködéseket tudtak kialakítani. A támogatott 440 projekt közül kb. 20-ban voltak kétoldalú együttműködések, illetve Izlandon hasonló szerepet töltött be az Izlandi Emberjogi Bizottság. De alapvetően itt legelsősorban magukon a szervezeteken, a partnereken múlt, hogy mennyire volt sikeres az együttműködés vagy sem. A Norvég Civil Támogatási Alap 2013 és 2016 között abszolút létfontosságú volt a magyar civil szervezetek egy része számára, azok számára, akik az alap prioritási területein tevékenykedtek, tehát például a demokrácia és az emberi jogok megvédésében, a női esélyegyenlőség terén, a környezetvédelemben, illetve társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítésében. Ezek a szervezetek, illetve a támogatott projekteken keresztül új módszereket tudtak meghonosítani, társadalmi csoportok közötti párbeszédet és kapcsolaterősítést tudtak lehetővé tenni, illetőleg a saját tapasztalataikat, gyakorlataikat át tudták adni más szervezeteknek. És ilyen formán a 440 támogatott projekt mintegy 400 ezer emberre gyakorolt közvetlen módon hatást, például úgy, hogy önkéntesként bevonta őket, valamilyen formában segített nekik, vagy együttműködött velük. Azonban fontosnak tartanánk, hogy ezek a projektek folytatódhassanak, hiszen az új kezdeményezések önmagukban külső támogatás nélkül nem feltétlenül tudnak megélni, ezért bízunk abban, hogy lesznek még további lehetőségeik és civil szervezeteknek.